estét kívánok, Művészbejáró című magazinunkat látják. Az emberi kapcsolatok fenntarthatóságáról, a család széteséséről, a bevándorlás kérdésköréről és a tiltott szerelemről szól a Pillantás a hídról című tragédia. A Békéscsabai Jókai Színház új előadását Csiszár Imre, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész rendezi. A darab részleteiről beszélgetek ma esti adásunkba a dráma rendezőjével, valamint Kovács Edit és Bartos Gyula színművészekkel. Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszönöm. És akkor a rendező úrtól kérdezném először, hogy a nézőket is bizonyára érdekli az, hogy a színház kérte fel Önt arra, hogy a Pillantás a hídról című drámát rendezze, vagy a teátrum arra kérte fel, hogy rendezzen egy darabot, és Ön választotta ezt? Hát ez vagy így, vagy úgy szokott lenni, ebben az esetben az a színház kért föl erre a darabra. De az az igazság, hogy vannak olyan darabok, amik nem is kell, hogy felkérjék a rendezőt rá. Vannak olyan darabok, amik felkérik a színházakat, hogy rendezzék meg őket. Ez egy olyan darab, amelyik szinte színházért kiállt most, mert annyira aktuális. Ebbe a darabba se pró, se kontra, tehát nem írtunk bele, és nem húztunk ki belőle. Ez az 50-es években megírt Arthur Milleri szöveg, ez egy nem csak egy élő szöveg, hanem maga is, amiket említett, hát olyan éles, olyan fontos problematikák, amelyek a mi napjainkban is az embereket izgatják, érdeklik. Húsba vágó témák. De ez még nem lenne elég, hanem ez úgy van megírva, hogy valami olyasmit próbál meg színházi nyelven kielégíteni, ami az embereknek ma hiányzik, hogy érzelmeket látnak színpadon. Ez egy nagyon érzelmes színdarab. Nem gejl, nem egy gicset látunk a színpadon, hanem nagyon mélyen boncolgatja az emberi érzelmeket. Nagyon nehezen megfejthető kérdésekre akar válaszolni. Amikor nehéz kérdéseket akarunk megválaszolni, akkor hívjuk segítségül a művészetet, mi akkor általában a tudomány nem segít. Ennek a darabnak van egy jogász szereplője, egy ügyvéd, és az azt mondja a főhősnek, hogy vannak olyan problémák, amiben a jog nem tud a segítségére lenni. Ilyen például az erkölcs. Az erkölcse nem vonatkozik a jog. Az a mi saját ügyünk, a saját belső tartalmunk. Na, ezeket kell megfejteni, ezeket próbálja ez a darab megfejteni, tehát olyan kérdéseket, amiket máshol nem csak a színházi előadásban tud látni a néző, mint megfejtést. És akkor valójában mondhatjuk, hogy a darabnak talán pont ez az üzenete? Hát én azt hiszem, hogy az a jó színdarab, meg az a jó színház-néző kapcsolat, hogyha a színház próbál olyan darabokat elővenni, játszani, amik a nézőket érdekli, fontosak a néző számára. Tehát nem egy múzeumban megy el a néző, hanem egy olyan helyre megy el, amikor színházba megy, ahol szinte mint egy folytatni tudja azokat a gondolatokat, amik az életében napközben fölvetődtek, de nem kapott rá választ. És akkor a színházba megpróbál egyfajta, a színház mindig egyfajta választ megpróbál adni. Nem megoldani akarja az emberek életét soha a színház, csak mindig megoldásokat, kapaszkodókat próbál adni. Ez egy olyan sok kérdést fölvető és olyan nehéz problémákat fölvető darab, hogy el se képzelhető, hogy itt azt mondjuk, hogy itt a megoldás, tessék így élni, így lenni a világba. A darab végén is azt hangzik el, mintha Brecht mondaná, hogy gondolkozzanak tovább ezen a dolgon. Itt nincs semmi elintézve, itt nyitva maradnak a kérdések. De a kérdéseket fölvetettük, hogy ti is lássátok, a művészet meg tudja mutatni az emberi gondokat, az emberi gondolatokat és érzéseket. És akkor mit gondolnak erről azok, akik ott vannak a színpadon és játsszák a darabot? Hát azt gondolom, hogy a darab üzenetét azt a nézők leginkább a szereplőkkel való azonosulással tudják megérteni, és én azt gondolom, hogy ebben a darabban nagyon izgalmas és nagyon teljes szerepek vannak. Átélhető szerepek vannak, nem csak a színész számára, hanem a néző számára is. Azt gondolom, hogy mindenki a saját élethelyzetének megfelelően talál olyan szereplőt, akivel nagyon azonosulni tud. És nyilván a színész számára meg borzasztó izgalmas, meg nagyon érdekes és nagyon, nagyon jó érzés olyan szerepeket játszani, ami,
ami könnyedén meg tudja szólítani a nézőt? Önművész úr, nehéz ilyenkor megfogalmazni, hogy mi lehet az üzenet, akkor, amikor színészként kell ezt átadni? Színészként én inkább azzal foglalkozom legbelül is, most ebben a pillanatban is, hogy az a szerep, amivel az élet megajándékozott ebben az esetben, mert ugye a színész az végzi a dolgát, kap ilyen-olyan szerepeket az élete során, kevésbé közismert vagy közismert szerepeket, vagy általa kedvelt vagy izgalmasnak ítélt szerepet, és egyszer csak jön egy olyan szerep, ami olyan mélységeket mutat föl férfi szerelemből, férfiból, férfiasságból, emberből mintázva, hogy talán beszélgetünk mi az Oedipus drámákról, illetve eszembe jutott nekem is a Cyrano, mint férfi szerep, ami nem mindig jut ki egy színésznek élete folyamán, de amíg a Cyrano érzései, érzésvilága a romantika felszínén lebeg és elhajózik, addig ehhez képest az Eddie Carbone szerepe, vagy egy Oedipus szerep, az valami borzasztó mélységekbe visz le, és az emberek ilyenkor mindig az jut eszébe, hogy én, mint színész, vajon le tudok-e menni olyan mélységbe, amit ez a szerep, ez maga kínál, és amire szükség van, hogy egyáltalán kiálljak a színpadon, a két lábomon megálljak, és mondjak valamit. Ehhez valahogy olyan, tehát azért mondom, hogy nem mindennapi lehetőség ez a számomra, és egy ilyen szerep nem biztos, hogy egy színész életébe eljön, bekövetkezik. Tehát én ezzel tudok foglalkozni most, hogy most mit üzen a mának, mit nem üzen. Az érzelmi világa nagyon összetett ennek a szerepnek, nem tudni, hol a határ. Ez nincs kibontva, illetve nincs kimondva, bocsánat, verbálisan a darab folyamán, hogy ez most mi ez a szerelem, ami a nevelt lánya irányt, mint egy megszállottként üzemelteti, működteti az embert, az Eddie Carbone-t. Mert ez nincs kimondva így, hogy ez most szerelem, vagy egy olyan erős kötődés, egy olyan érzelem, ami egyik pillanatban lehet szerelem is, a másik pillanatban lehet féltés. Tehát egy nagyon bonyolult, összetett emberi, férfias szerepről van szó, és engem ez köt le ebben, hogy ebben mi az erkölcsi üzenet, hogy most mennyire szerethetem, mennyire köthetem össze akár a valóságban, vagy csak a fantáziámban az életemet egy ilyen lánnyal, azt az élet vagy megadja szintén, vagy nem. Tehát előfordulhat, hogy valaki fölrúg mindent, és azt mondja, hogy nekem kell az a 18 éves vagy, pedig azt mondja, hogy én nekem eszembe se jutott, mert igazából a családom a fontos, de volt egy érzés, amivel nem tudtam mit kezdeni, és ez az életembe került. És akkor az érzésekről kérdezem rendező urat, hiszen tehát gyakorlatilag egy New York-i munkásosztálybeli családtörténete kerül színpadra. Hogyan lehet ez aktuális 2018-ban itt egy vidéki színház közönségének? Néhány gondolatot már említett az első válaszába, de lehet az a titka ennek, hogy talán a családon belüli szálak működése most sem mindig tökéletes mindenhol? Hát még mielőtt elszínné a néző majd, hogy ez valami olyan mély tragédia, amit itt mi elő fogunk adni, hogy jobb nem is eljönni, megnézni, mert úgyse értjük. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy ez egy végtelenül egyszerű mese. Ez egy sztori. És az Arthur Miller mindig nagyon jó sztorikat ír. Akár az ügynök halálába, akár a bűnbeesés, vagy a szállami boszorkányok, ebbe az esetben is. Ez egy nagyon jó, nagyon könnyen érthető, felfogható, realista mese. A realista mese ugyan 1950-es években valóban New Yorkban játszódik egy dokmunkás környezetben, világban, mégis azt mondom, nem ez a lényege. Ennek a darabnak az emberi kapcsolatok a lényeges meghatározói. A cselekmény is úgy bontakozik ki. Nem egy ember drámáját látjuk, csak egy embernek a többi emberrel való, hát furcsa kapcsolatait látjuk. Olyan furcsa kapcsolatok ezek azonban, amik fölismerhetők a mi életünkben is. Tehát abszolút rezonensek a mával. Egy Békés Csabai ember bejön, megnézi ezt a darabot, nem az amerikai dokmunkás fog eszébe jutni róla, hanem az a féltés, ahogy esetleg a lányával kapcsolatban érez az ember, ugye például egy kislány, melyik fölnő, egy kamaszlány, amiből hirtelen a kamaszlányból felnőtt lány lesz. És akkor mit csinál egy apa? Olyan féltékeny, mint ezer férj. Yeah.
kijön belőle valami furcsa, olyan, ami tőle független. Egy ösztön, hogy félteni kell a gyereket, mert nagy lány lett. Ez, na, gondolom, ez Békés Csabán ugyanúgy érvényes, mint Amerikában, New Yorkban. Vagy egy másik ilyen érzés, hogy ezt, hogy reagálja le egy adott esetben, egy családban élünk, a feleség. Hát mit szól ahhoz a feleség, amikor azt látja a férjén, hogy egy ilyen furcsa féltéssel van a gyerek iránt. Ugye ez is egy nagyon érdekes, és hát nyilvánvalóan minden családi történetben előforduló esemény. Hát van olyan aktualitása is, ami hála Istennek eddig úgy Magyarországot nagyjából egészéből elkerülte, hogy ennek a darabnak a katalizátora, a tulajdonképpeni probléma kiváltója az két migránsnak a megérkezése. Két rokon migráns ebbe a családba érkezik, és amikor ezek megérkeznek, az egyik közülük egy fiatal ember, aki szintén szemet vet erre a lányra, aki a papával jó viszonyt ápol. És hát ez lesz a tulajdonképpeni kiváltó oka a konfliktusnak. De ebből is látszik, hogy ez egy fordulatos és egy érdekes, egy cselekményes történet, amit fogunk látni, nem egy mély lélektani búvárkodás. De hogy ne áruljuk el azért a fordulatokat, viszont egy kicsit a lélektanáról is beszéljünk a darabnak. Rendezőként hogyan... Tehát bizonyára a nézőket érdekli, hogy akkor, amikor kap egy színháztermet, egy színpadot, egy teret, akkor azt hogyan lehet kihasználni, és például hogyan lehet például a fényekkel alátámasztani egy-egy érzést, amit kiválthat a darab? Hát itt ez a darab, ez mindig a formája egy darabnak, a színházi megvalósítási forma, az mindig az adott darabtól függ. Tehát az adott darab szabja meg a kereteit annak, hogy például a rendezői, vagy a tervezői, díszlettervezői fantázia, az mennyire rugaszkodhat el. A Miller általában pontos leírásokat ad ahhoz, hogy ő milyennek képzeli el azt a világot, azt a külsőséget, ahol az ő darabja zajlik. Hát mégis akkor, hogy megpróbálom pontosan válaszolni arra, amit kérdezett. A Miller nagyon szerette a görög tragédiákat, és ez kevés 20. századi íróról mondható el, általában azt mondják, hogy letudjuk a görög darabokat. A Miller imádta, tisztelte a görög színjátszást, és a görög színjátszásnak, amelyik ugye egy nagyon erősen társadalmi színház volt, tehát úgy jártak az emberek színházba, és olyan darabokat játszottak, amelyik a társadalmi kérdéseket taglalta. De végkifejletében, hogy kik irányítják ezt a görög világot, hát ezt tudjuk a mitológiából, azok az istenek. Most hogy kerül egy 50-es években játszódó amerikai darabba az Isten? Az Isten ebben a darabban, többször elmondják, az a munka. Mert a munka teremt megélhetést, a munka teremt egzisztenciát, anyagiakat, és a többi, és a többi. Sőt, szabadságot is a munka teremt. Ez a munka, ez úgy jelenik meg egy adott térben, hogy egy picike szoba, amelyikben az a darab játszódik, az sok nagy hajógyári dokk daru között, alatt játszódik. Ezek a hajógyári daruk, amelyek a munkát végzik, ezek az istenek. Az isteneknek úgy mondom a szimbólumai, vagy megjelenési formái, amelyek ott néznek ránk valahonnan fölülről, nézik ezt a sok pici embert, hogy vívódik, öli magát, szerelmes, mindenfélét csinál, ők állandóak, ők egészek, ők súlyosak, ők nehezek, és meghatározzák a világunkat, meghatározzák ezeknek az embereknek is az életét. Ez van a színpadon, ezt lehet látni a színpadon, a nagy daruk árnyékában egy pici szobát, ahol vergődnek a emberkék. És akkor a művészektől kérdezem, nyilván annyit, amennyit el lehet árulni, de néhány titkot a szerep megformálásáról. Ilyenkor hogyan zajlik ez a folyamat? Hát valóban nagyon izgalmasak ezek a szerepek, és nagyon, nagyon teljesek. Tehát, hogy egy teljes embert látunk. Nagyon sokféle helyzetben, ezt úgy értem. És ezt a sokféle helyzetet kell valahol az embernek saját magában megtalálni. Mert hogy minden színész mindig a saját érzéseiből játszik, a saját sérüléseiből, örömeiből, bánataiból, és ezekkel, hogy rezonáljanak azokra a szituációkra, amelyekben meg kell nekünk színészként fürdeni. És
az nagyon-nagyon jó érzés, amikor az ember rátalál egy-egy hangsúlyra, vagy egy-egy szituációban megtalálja azokat az őszinte eszközöket, akár egy mozdulatot, egy tekintetet, egy hangsúlyt, és ezek mindig erőt adnak arra, hogy a következő jelenetben is megtalálja az ember ezeket a pici kapaszkodókat, ami aztán elvezet ahhoz, hogy jó esetben, hogy megszülessen az a szerep. Már egy néhány szót elmondott róla, de van-e még valami titok, amiről lehet beszélni? Az én titkom talán annyi, hogy én olyan helyen nőttem föl, ahol kétkezi munkások között. Tehát az összes nagybátyám a családon belül, tehát édesapám is lakatos segédmunkás volt, asztalosok voltak a családban. Tehát olyan egyszerű, végtelen egyszerű emberek között nőttem föl gyerekkoromban, illetve olyan helyre születtem, ahol láttam én ezeket nap mint nap hasonló megnyilvánulásokat. Én próbálom a saját szerepemet úgy leegyszerűsíteni, hogy ez az ember, ezek az egyszerű emberek, ezek nem voltak úgy látványosak, hogy most agyon mozgott egy mondatot, vagy szép gesztikulált, vagy színezte volna így, úgy, amúgy föl, meg nem tudom, hanem ezek olyan kimondott, egyszerű mondatok voltak, és ezek önmagukban nagyon hatásosak voltak, bármihez hozzászóltak. Tehát lehet, hogy a keze sem mozdult meg, miközben helyre tette a családon belül a problémát, de az, amit kimondott, annak valóban súlya volt és tekintélye. Tehát én ilyen helyen nőttem föl, hogy ez az Eddie Carbone, ez illeszkedhetett volna akár az én családom történetébe is. És nekem talán ez a titkom, hogy én próbálok lemenni, vagy hazamenni, vagy visszamenni a gyerekkoromban, vagy a saját családom történetében, hogy én eljöttem otthonról, meg másfelé vitt az élet, tehát nem asztalos mester vagyok, vagy lakatos mester, és akkor próbálom én ezeket az embereket újra behívni általam az életbe, vagy próbálok visszamenni közéjük, hozzájuk, hogy én onnan szóljak, hogy olyan egyszerűen, olyan kristálytisztán a színpadon megpróbálom. Nem is megpróbálom, én bízom benne, hogy ez sikerülni fog, mert van mintavételezésem honnan. Csak vissza kell menni, vissza kell nyúlni. És akkor rendező úr, a nézőink is biztos tudják, hogy nem ez az első munkája itt Békés Csabán. Nem tudom, mennyi lehetősége van megismerni ilyenkor a várost, de milyen Békés Csaba? Hát én Békés Csabát nagyon régóta ismerem, mert egyrészt gyerekkoromban is jártam már itt, másrészt én nagyon sokáig dolgoztam Gyulán, Gyulai Várszínház igazgatójaként is, később rendezőjeként is, és én akkor nagyon rendszeresen jártam át Gyulára. Voltak személyes kapcsolataim is, amik ide szólítottak, de magát a várost is nagyon kedvelem, nagyon szeretem, mert egyike a nem hivalkodó magyar városoknak. Ezek az alföldi városok a maguk egyszerűségében, ezek rengeteg szépséget rejtenek. Ez nagyon érdekes dolog, hogy nem kell feltétlenül dómot emelni ahhoz, hogy egy szép templomot elképzeljünk, egy meghittséget elképzeljünk. Az a dómtól idegen. És egy Békés Csabai kis templomba például az ember megtalálja. Az nagyon tetszik, hogy a város afelé fejlődik, hogy egy nagyon emberközpontúságot kap. Az Andrássy útnak például ez a sétáló utcasága. Hát az, amikor én először jártam itt, még javába mentek az autók, meg a teherautók, meg minden. Tehát itt kap egy ilyen furcsa, egy ilyen nagyon jó értelembe vett humanizálása folyik a városnak, és kapja ezt az emberszerűséget. És ez segít abban is, hogy az embereket egy picit, jobban irányítsa a figyelmüket saját magukra. Annak a figyelme, aki saját magára is jut energiája és ideje, hogy magára fordítson figyelmet, az fog színházba járni. Megpróbál a maga számára föltett kérdésekre, például egy színházban, vagy akár egy galéria látogatásakor, vagy egy film megtekintésekor válaszokat kapni. Tehát magyarán érdeklődni kezd a művészetek iránt. És milyen a munka a Békés Csabai Teátrummal, a társasággal? Hát nagyon jó, és nagyon régóta tényleg van egy nagyon jó viszony, nagyon jó munkakapcsolat, nagyon jól ismerem őket, mindjárt. És ugye itt a színháznak van egy iskolája, egy akadémiája, amelyik évről évre termel ki tehetséges embereket. Hát ma azt mondhatnám, nem akarok hazudni, de a 80%-a a társulatnak az olyanokból áll, akik innen ebből az akadémiából váltak a társulat tagjaivá. És hát nyilván ezek
olyan tehetséges emberek, akikre szerepeket lehet osztani. Tehát magyarán van egy olyan bázis a színháznak, amelyikre anélkül építhet, hogy különböző más színházaktól, vagy akár a Pesti Akadémiáról kelljen embereket hozni. Egy kerős, erős, nagyon jó együttes. És akkor én megköszönöm, hogy itt voltak velünk, és pénteken, október 26-án akkor... Várunk szeretettel mindenkit a premiéren és az azt követő előadás. Én nagyon szeretném, hogyha nagyon sok Békés Csabai, meg hát nem csak Békés Csabai eljönne megnézni ezt a darabot. Itt egyetlen visszaigazolása lehet tudnélik ennek az előadásnak, jó más előadásnak is, de ebben ez különlegesen fontos, hogyha sokan megnézik. És sokaknak véleménye lesz róla. Sok emberben nyomokat hagy ez az előadás. Köszönöm szépen, nagy hogy elfogadták a meghívásunkat. Most pedig lássuk a hét legfontosabb kulturális eseményeit. Elsőként tekintsük meg Arthur Miller darabjának főpróbájáról készült összeállításunkat. A bevándorlás kérdésköréről, a család széteséséről, az emberi kapcsolatok fenntarthatóságáról és a tiltott szerelemről szól a Pillantás a hídról című tragédia. Ez egy családtörténet, ez egy családregény, ez egy családi tragédia tulajdonképpen, de nagyon tiszta és nagyon érzelmes és nagyon-nagyon tiszteletre méltó szenvedélyekkel és törődéssel. A darab egyik főszereplője Eddie, aki feleségével és nevelt lányával Catherine-nel él Amerikában, nyugalomban, mindaddig, míg unokatestvérei meg nem érkeznek Olaszországból. Szívesen látunk titeket, akad itt elég hely nektek is. A békét a féltékenység és egy nem várt szerelmi száldója fel. A fiatal lány próbál elszakadni családjától, és ez okozza a darabban az egyik konfliktust. Egy lánynak el kell döntenie, egy fiatal lánynak el kell döntenie azt, hogy a jövőjét választja, a saját boldogságát, kockára téve ezzel azt, hogy a körülötte lévő emberek ezzel elégedetlenek lesznek, vagy pedig választhatja azt, hogy megfelel a körülötte lévő embereknek, viszont akkor a saját boldogságát áldozza fel. A rendező elmondta, Millernél az érzelmek fontos szerepet töltenek be. A titkokat boncolgatja, amiket nem mondunk ki. A dráma mind ezeknek a mély titkoknak a fölkutatásáról és a másik titkainak az ütköztetéséről szól. Idősebb férfi és egy fiatal lány közti erős vonzalom. Ez az erős vonzalom ebben a darabban egy konfliktus helyzetbe kerül, mert a fiatal lány megismerkedik egy hozzávaló fiúval. Abban a pillanatban ott van egy édes hármas, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni, ráadásul a férfi főhős az nős. Tehát ott van egy negyedik szereplő is még ehhez a konfliktushoz. A komoly drámai művet a színház kedvelő közönség október 26-án láthatja először a Békés Csabai Jókai Színház nagy színpadán. Magyarorsi János a gyulai könyvtár névadójának gyűjteményébe még 150 évvel ezelőtt került egy 1790-ben kiadott értékes mű. Anonymus írása a Gesta Hungarorum. A ma már könyvtári tulajdonú kötet érdekessége többek között az, hogy az író első fennmaradt történeti munkája, ami a honfoglalással kezdődik. 1790-ben kiadott értékes mű, ami ugyan papírkötéses, de a beltartalom annál különlegesebb. Jelenleg a gyulai könyvtár tulajdonában van a 18. században kiadott értékes mű, a Gesta Hungarorum, amely Anonymus írása. A szerzőről a történészek a mai napig nem tudják megállapítani, ki is volt valójában. Fontos számunkra azért is, mert olvasható bennem, hogy Rósi Jánosnak a bejegyzése, hogyan került hozzá 1826-ban, Egerben Vidasics Ferenc kedves barátjától kapta ezt a kötetet. A kötet az őshazából, Szkítiából való kivonulástól a Szent István koráig tartó időszakot öleli fel. Feltárja a magyar nemzet, valamint a magyar uralkodói és nemesi családok történetét, tényeken és kreált személyeken keresztül egyaránt. Itt láthatók mellettünk javarészt ezek a könyvek bezárt vitrínben, ebből is látszik az, hogy ezek tényleg nagyon fontosak számunkra, hiszen a város kultúrtörténetének egy nagyon meghatározó eseményéhez kötődik. Jól lehet abban az időpontban, illetve attól az időponttól 1868. szeptember 8-tól, amikor ez az eset történt, onnantól eredeztetjük a városi múzeum történetét is. Hát mi a könyvtár részéről azért is büszkék vagyunk rá, hogy némileg hamarabbról tudhatjuk már az alapításnak az évét.
Mogyorós János, a könyv egykori tulajdonosa, a könyvtár névadója 1868-ban adományozta a műkincset az intézménynek. A gyűjtemény folyamatos bővítésével és bemutatásával a könyvtár gyökereinek fontosságát hangsúlyozza. Tunyogi Péter, a P-Mobil együttes egykori énekese, Tunyogi Rock Band együttes alapítója előtt tisztelegtek szülővárosában Békés Csabán. A rock legenda tiszteletére emléktáblát állítottak a Jókai Színházban. Dolgom van, azt ha elmennék, abban látod belepusztulnék. Ez év március 13-án lett volna 71 éves, és már csaknem 10 éve nincs közöttünk Tunyogi Péter. A rockzenész énekes legenda minden ízében Békés Csabához kötődött. Elment a magzat víz, amikor a Péter édesanyja épp a színpadon szerepelt, és villám gyorsan mentőt kellett hívni, és nem érték el a kórházat sem, hanem itt valamelyik utcában jött világra a rock legenda. Mától tábla is őrzi emlékét a Jókai Színház aulájában. Lánya, Tunyogi Bernadett színművésznő, boldogan emlékszik azokra az időkre, amikor a lakásuk előtt még a rajongók tábora ütött sátrat, és várták édesapját. Arra emlékszem, hogy a hentes mondta, hogy Tunyókám, nagyon jó hús érkezett, gyere, holnap gyere be, nagyon jó a hús, most hozzák holnap frissen. Tehát ezekre emlékszem, tehát ilyen nagyon kedves, vagy az utcán tényleg ezeket, amikor még nem voltam iskolás sem, arra emlékszem, hogy leszólítottak, vagy ilyesmi, de picike voltam. De a 70-es években nem minden elemében volt veszélytelen zenélni, vagy éppen koncertre járni. Hát a mobil koncerten ott meg hamar megjelentek a rendőrök, és akkor bizony nem úgy csináltak, mint most, hogy jó napot kívánok, vagy, hanem egyből a gumibotot elő, és akkor ott ugye egy kis oszlatás mindjárt végigment, és még az járt jobban, akik kapott egy gumibotot, mert akkor attól nem kérték el az igazolványt. Akinek meg az igazolványa kezükbe került, attól kezdve azok már nagy bajba voltak. A dalok mellett Békés Csaba szülöttére ezen emléktábla is felhívja a színházi közönség figyelmét. Ez volt a művész bejáró, ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!